ezen az új helyen, műveg az úterők, nagy kategorimatér és nagy dénes és az én képeim vannak kitéve. Erre a számra alkalomra írtam egy számot, eljátszom, aztán jól felugra szépen a Gyuri, aztán még egy kicsit többet játszom, és köszönöm, hogy eljöttek. Közhelyjel, hogy sok, sok jó ember kis helyen elfér, de ennek most különös jelentősége van, nem csak sok jó ember fér el kis helyen, hanem sok jó mű is elfér kis helyen. És lám milyen szépen. Paranka, nagyon szépen köszönjük ezt a kezdeményezést, ismét gazdagodtunk egy fontos fórummal, ami remélem több esemény révén is áldozni fog az elkövetkezőkben a művészetnek az oltárán. Annak a művészetnek az oltárán, ami tényleg megérdemel egy oltárt, mert és néhány rövid gondolat, nem leszek hosszú tényleg. Ma különleges helyzetben van a képzőművészet is. Most maradjunk a képzőművészetnél, ha bár itt zene is nagy intenzitással jelen volt, és még lesz is. Egyszer, ugye? Igen. Tehát különös helyzetben van, egyszerre baromi nehéz helyzetben és egyszerre könnyű helyzetben, ahhoz képest, hogy az elmúlt évszázadokban milyen funkciót töltött be. Manapság már túl azon, hogy most már mindenféle dolog megfér egymás mellett a képzőművészetben, igen, csak magunk mögött hagytuk azt a szemléletet, amikor még a képzőművészet tulajdonképpen egy fajta didaktikus magyarázata volt, egy képi magyarázata különféle vallási rendszereknek, eszmerendszereknek, és itt nem csak a kereszténységre gondolok,
hanem gondolok az iszlám ornamentikákra is, gondolok a távol-keleti művészetekre, amik talán mindig is legtisztábban őrizték meg a szépségbe vetett hitet, de ott is bizonyos gondolati rendszereknek, metafizikai rendszereknek a szolgálatában volt állítva a képzőművészet, gondoljunk csak a tibeti tankákra vagy mandalákra, amik teljesen más szellemiségben használták a vizualitásnak az eszközét, más gondolati háttérből kiindulva tettek rendet a vizuális világ káoszában. És ehhez képest, ahogy változtak az idők, a művészet egyre inkább felszabadította magát ezek alól a kényszerek alól. Voltak még programszerű korszakok a nyugati művészet történetében is, volt a klasszicizmusnak is programfestészete, ugyanez megvolt a romantikának is, a szecessziónak is. Aki tanulmányozza a művészet történetet, az tudja, hogy mire gondolok. És aztán eljött egy pillanat, amikor a 20. század elején azt mondta a társadalom, hogy tulajdonképpen nekünk nincs szükségünk ezekre a bogókás figurákra, ezekre a szélelbélelt emberkékre, akik szép dolgokat csinálnak, maradjanak ők csak meg a szépnél, nem kell ő nekik foglalkozni a komolyabb dolgokkal, fontosabb dolgokkal. És akkor volt egy rövid időszak, amikor a művészek visszahúzódtak a saját elefántcsontornyukba, de aztán egyszer csak néhány év vagy egy-két évtized múlva azt mondták, hogy a nagy frászt, nekünk üzenetünk van. A vallás már elveszítette addigra a hitelét, a vallás már nem volt olyan központi támasza az emberi életnek, az emberi gondolat, hitvilágnak, érzelemvilágnak, mint korábban. Nagyon széleskörűen elterjedtek már a 18. század óta az úgynevezett szekuláris világi eszmék, és ezek tulajdonképpen ártalmatlanítani akarták a művészetnek a mélyen mondani valóját. És a művészek azt mondták, hogy nem. Mi bele akarunk szólni a világ dolgaiba, nem úgy, mint eddig, most már másképp, sokkal szabadabban. Ezért mondtam azt, hogy viszonylag könnyű dolga van a művésznek, mert látszólag azt csinál, amit akar. Másrészt viszont hihetetlenül nehéz dolga van a művésznek, mert a művész bizonyos értelemben egy olyan felelősséget vett, vagyis a művészet maga olyan felelősséget vett a vállára, hogy gyakorlatilag már a művészeti közvélemény, a művészet kritika, a művészettel foglalkozó emberek, a kultúrterületeken dolgozó emberek elvárják, hogy a művésznek legyen mondani valója, legyen neki társadalom kritikája. Most már szinte követelmény a szakmán belül, hogyha valaki egész egyszerűen csak így önmagából kifolyó módon valami szép dolgot fest, akkor azt mondják rá, hogy fű, mi ez az avittas akadémizmus, szóljon már valamiről ez a kép, vagy botránkoztasson meg, vagy rázzon föl. És akkor ennek következtében mindenféle izmusok a 20. században egymásra tolakodva versenytek azért, hogy ki tud nagyobb fölkiáltó jeleket rajzolni az égre, és ezek általában nem merülnek ki másba, mint aktuális társadalmi eseményekre való reflexiókban. A nyugati galériák, múzeumok tele vannak olyan munkákkal, amik tulajdonképpen némelyikre még azt is bátorkodom mondani, hogy ilyen középiskolás geg szintjén foglalkoznak valamiféle jelenséggel, hivatkozva a művésznek a szabadságára. És mindenáron valamiféle filozófiát, valamiféle gondolati hátteret akarnak közvetíteni, vagy egész egyszerűen csak botrányt okozni, vagy mutogatni, és általában kifelé mutogatni. És ismét eljött annak az ideje, amikor fölértékelődik az, amikor valaki egész egyszerűen csak befelé fordítja a tekintetét, teleszívja magát a talaj erejével, az égnek az erejével, ezt magába összegyúrja, a szíve helyén csinál belőle egy energiagócot, a szemén keresztül és az érzékszerveink keresztül magába szívja azokat az éltető erőket, amiknek a segítségével ezt ki tudja önteni magából, és akkor ez megállíthatatlanul kicsorog. A kiállító három művész mindegyike
kivétel nélkül képzett, tanult művész, és ezt az utat járja. Miről van szó? A feleségem ma mutatott a telefonon egy fotót, ami többenetes volt. Egy emberi szem volt hihetetlenül fölnagyítva. Ez valószínű az interneten található, én nem tudom, hogy hol találta. Látszik a pupilla, látszik a kékes íris, és alul a körbe a szem, tehát az írisnek, a szivárvány hártyának a szélén a vérerek fölnagyítva, hihetetlen mértékben, tehát egy nagyon jó minőségű fotó, és a vérerek, amikor először ránéztem, azt hittem, hogy egy naplementébe egy lombtalan erdőnek az ágait látom. Tökéletesen ugyanaz a rajzolat. Ez a rajzolat. Ez a rajznak a kiömlése. Ahogy az egyik közeg belehatol a másikba, amikor a víz elkezd szivárogni a homokba és kirajzolja a csatornáit, vagy ahogy a fának az ágai meg a gyökerei beleszúródnak a levegőbe, magukba szilárdítják a levegőt, ugyanazt a rajzolatot követi minden. Ezt látjuk Nagy Katalin Matildnak a rajzain. Ezt a rendet, ami tulajdonképpen az ő saját belső rendje, a tápláléka, az elmerülés az érzelmeknek az özönében, ami őt napról napra mozgatja, napról napra elborítja, és napról napra föllélegzik belőlük, és ezeket az apró küzdelmeit vívja, a hihetetlen nagy átéléseit vívja, és ezek ilyen faág-szerű rajzolatként ömlenek ki ezekből a hihetetlenül gyöngét grafikákba. Az önkéntelen, megállíthatatlan elemi erő a léleknek a közege birtokba veszi a fizikai tárgynak, a papírnak, a linónak, a metszőkésnek, a ceruzának az elemét. Itt a hátam mögött Nagy Dénes festményei láthatók. Ő is az erőnek a művésze, bármilyen furcsán hangozzék is. És egészen jelesül, ezt mindenki látni fogja, a szín erejének a festője. Tehát ő olyan hihetetlen érzékenységgel és bátorsággal látja a színeknek az erejét, és képes ezt a vászonra fölvinni, hogy még egy 5-10-15 perces képén is, de akár hosszabban érlelt képeken is olyan átütő erővel jön a színeknek az ereje, ami ismételten, hogyha az ő képeivel találkozunk, fölhívja a figyelmünket arra a rendre, ami a színeknek a birodalmában uralkodik, és ami nem más, mint a természet rendje. Tehát megint ugyanott tartunk, mint a Matild grafikáinál. Mert a színeknek a rendje, a szivárványnak a spektruma, ez a hetesség, ugye a hat alapszín és a hetedik, ez egy szent szám, ezt mindannyian tudjuk. Hét bolygónk van, a hétnek hét napja van. Hát úgy értem a hét bolygót, hogy hét asztrológiai ház. Tehát nem csillagászati értelemben, hanem szellemi értelemben. És a színek, azt folyamatosan a Nagy Dénes kezén keresztül megjelennek nekünk, és megmutatják, hogy mindenféle fölösleges akarás nélkül, vagy valami morális szentencia, vagy filozófikus mondani akarás nélkül, egész egyszerűen csak belefeledkezik egy kiválasztott témába, egy tájrészletbe, amiben az égvilágon semmiféle jelentőséges nincsen. Nem akar óriási szimbólumokká, szimbólum tartalmakkal megtölteni látványokat, hanem az önfelett ennek az úgynevezett flow érzésnek, amikor az embernek a keze automatikusan azt csinálja, amit a szeme, a szíve és a lélegzete diktál. Igazi, vérbeli, kiváló festészet. És akkor ott van Riki barátunk, akinek ezekhez az élményeihez, annak ellenére, hogy ő fölismerhető motívumokkal dolgozik, gyakorlatilag, mintha nem is lenne szüksége külvilágra. Olyanok ezek a képek, mintha egyszer valaki egy ideig nyitva tartotta volna a szemét,
és azután becsukta, és amikor megint kinyitotta, akkor már csak egy vászon volt előtte, és az ősrégi idők óta megőrzött látványnak az élményét tökéletesen átszűrve a saját energiáim, amiket ezernyi antennával szív a levegőből, a földből, a növényekből, az a másik ember tekintetéből, és ezeket egy új rendszeré gyúrja, hogy ezeket kiterítse. Tehát ő is az erőnek a festője, a belső látomás erejének a festője. És ő nála igen szimbólumokká avatódnak a motívumok, bármilyen egyszerű legyen is. Szimbólummá válik egy tájképen a vörös nap, teljes erejű szimbólummá. Szimbólummá válik a Buddhának a szembogara, szimbólummá válik a Vikának a szarva, maga a hal már önmagában szimbólum, de ezek a szimbólumok, ezek nem hagyományos, adott esetben hagyományos szimbólumok, tehát a kultúrtörténetből is felismerhető szimbólumok, de akkor az majdhogy nem véletlenszerű átfedés Eriknek a saját belső szimbólumvilágával, mert ő belőle olyan egyértelműséggel jönnek ezek a látomások, hogy úgy válnak szimbólummá, hogy gyakorlatilag szinte ő maga sem veszi észre. De mi észrevesszük, és azért vagyunk itt. Köszönet Arankának, hogy lehetővé tette ezt a nyitó kiállítást, és köszönet azért, hogy egy ilyen értékű kiállítás rögtön az első, és kívánom, hogy a helynek a színvonala az továbbiakban is igazodjon, és csak dús, vérbő, igazi művészetet, olyat, ami táplálékkal látja el a gondolatot és a lelket, olyan műveket láthassunk itt. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm a szép, akkor zárásként egy jelenlétszű kompozíció. Thank you.